Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Tulajdonképpen itt egy szerelmi jóslásról van szó, ahol megnézzük a te érzelmeidet, az övét, a te gondolataidat, az ő terveit, hogy ki vagy mi befolyásol téged és őt, mit kellene tenned, mit fog ő tenni, és hogyan alakul a jövő. Ez egy általános kivetés, én úgy hívom, hogy a szerelem kertje, hiszen itt látható ez a szép park, és ez a szerelmes pár, a hölgy téged szimbolizál, a férfi pedig őt, vagy általánosságban a férfiakat szimbolizálja. Ez a jóslás megrendelhető, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját, sőt, kitérek kármikus témákra is. Először megnézzük a te érzelmeidet, ha te egy hölgy vagy. Itt voltak a múltban kihívások, voltak nehézségek. Lehet, hogy dühös voltál valakire, vagy úgy érezted, hogy valaki ártani akar neked, vagy nektek, nem akarják azt, hogy ti együtt legyetek. Az ő érzelmei. Ő kicsit elsieti a dolgokat, lehet, hogy türelmetlen, és át akarja tenni magát az akadályokon, siet hozzád, beszélni akar veled. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt is látható a mozgás, lesz közeledés. Itt a levegő eleme érezhető, az jelenti azt, hogy végre fel tud lélegezni, vannak ötletei, beszélni akar veled. Itt a tűz eleméről van szó, ami jelenti az ő bátorságát, lelkesedését, vannak sikerek, bizonyos dolgokat ő már lerendezett. Most megnézzük a te gondolataidat. Te még kicsit vacilálsz, nem tudod, hogy milyen lesz a jövő, meg lesz a biztonság érzete, igen vagy sem. Az is lehet, hogy fontos döntéseket kell, hogy hoz. Lehet, hogy nem is vele kapcsolatban, hanem rendezni kell az anyagi dolgokat, itt lesznek döntések a munkát illetően, és ezek a témák foglalkoztatnak most téged. Azon kívül itt fontos a belső egyensúly. Ki vagy mi befolyásol téged, a külső hatás? Tulajdonképpen te tervezel egy új kezdetet, hiszen a 10-es szám azt jelenti, hogy egy új periódus kezdődik még most az életedben, de valaki vagy valami megnehezíti most ezt az új kezdetet. Itt vannak kihívások, vannak nehézségek, valaki kihasznál téged, vagy rabolja az idődet, rabolja az energiádat. Tulajdonképpen nem is erről a férfiről van szó, hanem ez a külső hatás. Most megnézzük azt, hogy mi van nála, ki vagy mi befolyásolja őt és hogyan. Itt is vannak problémák, nehézségek, hiszen valami miatt töpreng, vannak álmatlan éjszakái. Mit fog tenni?
visszatér hozzád, lesz közeledés, megvannak az érzelmek, ez a kép mutatja a romantikát, kicsit olyan nosztalgikus, de nagyon szép. Tehát szép, igaz érzelmekkel közeledik hozzád. Mit fogsz tenni, vagy mit kellene tenned, itt látható, hogy javul valami az anyagiakat illetően, lesz nyeremény, lesz bevétel, vannak ugyan még korlátozások, de azért látható, hogy sikerek is lesznek. Azon kívül, hogy rendeződnek az anyagiak, vagy sikereid lesznek a munkahelyen, gondolj a saját értékeidre és a belső értékeidre, hogy kapd meg másoktól az elismerést. Ebben a parkban van egy szökőkút, az itt látható, mutat egy irányt, ez a jövő, megnézzük, hogy milyen jövő vár rátok. Itt látható a szerelmes pár, ő szeret téged, te szereted őt, vannak még külső befolyások, az kicsit megnehezíti a dolgokat, de van egy szép jövő előttetek, lesznek tervek, hiszen megbízhattok egymásban, szeretitek egymást. És ez volt a szerelmi jóslás, a szerelem kertje. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!